Elte, megállt, futását elvégeztette, és az Isten ennyit rendelt számára. De mi háladással emlékezhetünk az ő személyére, és háladással emlékezhetünk az elmúlt időszakra, és hála lehet a szívünkben afelé, hogy az Isten kegyelme az jó indulatát felénk meg nem szüntette. És továbbra is ebben bízhatunk, és ha csak reflektálhatok az ige hirdetés üzenetére, ő már nincs itt közöttünk, nincs itt a temetőkertben, csak a sír emléke van itt, hanem az urnában, mert úgy folytatódik ez az ige, hogy utásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetik nekem az életnek koronája, az örök élet, amely jutalma az emberi életnek, hívő emberi életnek. Így adunk hálát az ő munkájáért, az ő életéért, így emlékezünk rá kegyelettel, és egyben vagyunk hálásak az elmúlt időszakért is, és azért, hogy az Isten az továbbra is végezte munkáját közöttünk, és végezni is fogja. Én megkérném Jánost és Zoli bácsit, hogy a koszorút helyezzék el. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, életnek és halálnak ura! Futásainkat járjuk és futjuk, életpályánkat járjuk és tesszük a mi dolgainkat, de sokszor nem is nagyon tudjuk, hogy mikor végzünk, vagy mikor szólítasz el bennünket, és azt mondod, hogy most vége, most elég, most ennyi. Így állunk kegyelettel és emlékezve egy elszólított, hirtelen elszólított élet mellett, de egyben adunk hálát az ő munkájáért, az ő szándékaiért, az ő elképzeléseiért, és azért, hogy futását elvégezhette, és amit te rá szántál, azt megtehette. De egyben köszönjük, Urunk, 10 év távlatából is, hogy az élet és a te országodnak építése az meg nem áll, hanem halad előre, mert a te lelkeddel mindenkor vezeted a te gyermekeidet, hogy a te utaidon járjanak. Így kérünk, Urunk, hogy továbbra is vezess bennünket azon az úton, amely te feléd vezet, és adj egyben, ha életünkben bennünket is elszólítasz, boldog viszontlátást, nem csak dr. Simon László személyében, vagy vele való találkozásban, hanem minden mi elhunyt szeretteinkkel egyetemben is. Krisztusért kérve, könyörögben. Légy velünk, őrizd a mi lépteinket, és vezess bennünket, utadon. Zárásképpen a második énekünket énekeljük a 42. Zsoltár dallamára. Csendes legyen pihenésed a néma sír kedvére. Csendes legyen pihenésed a néma sír kedvére. Csendes szellőm engedezzen, ahán tudna te Jézus legyen a sír.